Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, szevasztok, én Miskovics Marci vagyok, elérkeztünk a Chaos Podcast legújabb adásához. Most egy picit szakmai adással készültem nektek, ugyanis tudjátok, hogy a videoklipezés világ, a filmgyártás, reklámfilmgyártás elég közel áll hozzám, de kikhez áll még közelebb, az alábbi vendégekhez. Itt van mellettem Lévai Hangyási Bence, barátom, aki gyártásvezetőként, producerként és mindenféle hát zenészként is. Nyilván, de most arról majd kevésbé lesz szó. Nagy Bence rendező, vágó, illetve Szakács Gergő, dalszerző, zenész. Akartuk, hogy egy picit Gergő majd a másik oldalról így előadói ö, szempontból egy kicsit meséljen nekünk. Na srácok, kinek hogy indult a filmes irányultság, miért ezzel foglalkoztok, kit hogy fogott meg ez a világ? Kezdje, aki szeretné. Nekem alapvetően úgy indult egy néhány évvel ezelőtt, hogy pont a, a Bence hívott el egy forgatásra Závodi Marci barátunkon keresztül, hogy hú, figyú! neked ez tök jól megy, nem akarsz eljönni. És én az elején egy kicsit itt szkeptikus is voltam. Előtte többször ö, forgattam meg gyerekkoromban, sokszor statisztáltam különböző filmekbe, ö, meg videoklipekbe, és elmentem, tök jól működött, és igazából azóta elég sok közös projektet tartunk le együtt. Igen, de most miből gondolta a Bence Annó, hogy ez jó, amely neked, hogy jó szervezőkészséged, vagy jó kommunikációs készséged, vagy hogy mi, mi volt az, ami miatt ezt gondolta? De akár válaszolhat a Bence is amúgy. Tudni, élik, ö, fesztiválszervező szervező is, ezért neki a szervező készsége az azért eléggé ott van. Erős. És, és nagyon könnyen le tudja szervezni a dolgokat. Uh -huh. Jó a kommunikáció készsége, illetve a kapcsolati állója. Szóval azért elég jól tudunk együtt dolgozni. Egy jó gyártás, egy jó produkciós vezető. Akkor mondhatjuk, Bence, neked hogy jött a, a vágás, a rendezés az életedbe? Elég fiatalon kezdted? Nekem ez ö, nagyon gyerekkoromban kezdődött, szóval én uh -huh. így ö, már a 11-12 éves lehettem, és már akkor elkezdtem ezt a vonalat, nyilván akkor így hobbiból, szóval ez a hobbimból nőtte ki magát teljesen. Uh -huh. ö, családi videókat csináltam, készítettem, és, és azokból utána pedig ö, elkezdtem tanfolyamokra járni, egyre jobban érdekelt ez a dolog. Ez fontos kiemelni, hogy azért többnyire autodidakta módon tanultatta meg a dolgokat, nem? Tehát, igen, hogy igen, igen. Ö... nem jártál mondjuk suliba, egyetemre, felsőoktatás? Egy... Én tanfolyamokra jártam, uh -huh. szóval, hogy nekem az volt, de szerintem ez azért mindenképpen szükséges, hogy hogy legyen egy alap, amire tudsz építkezni, mert, mert ez, a, ez a szakma szerintem nagyon a tapasztalat útján tanulja meg az ember, szóval, hogy, hogy nyilván nagyon jó az, hogyha van egy alap Tudás. uh, tudásod, és arra építesz. Biztos vagyok benne, hogy uh, aki egyetemre jár, és ott tanulja meg, sokkal többet tud, és sokkal mélyebben el tud uh, mélyülni ebbe az egészbe. De nekem annyira gyorsan jött, és olyan, úgymond, szerencsém volt sok helyzetben, hogy... Uh, erre most itt nem. nem gyakorlatban nem, nem szerezted nem meg inkább szor, a tudást. Igen. Aha. Geri, azért tudott vagy én legalábbis tudom róla, hogy szeretsz a srácokkal dolgozni videoklippek kapcsán. Igen, és... abszolút. Bence egészen pici kora óta, <laughs> Nem, nem totyogós, tíz éves volt éve, még. Igen, de egyébként kb. igen, szóval hogy, hogy nagyon régóta dolgozunk együtt, és egyébként Bence általunk is volt kicsit, mármint a Superman vagy és uh -huh. a Balázs is mondogatta neki sokszor, hogy amúgy kellene neked valaki, aki, aki csinálja mondjuk azt a részt, amit az ördi elkezdett csinálni, mm -hmm. és, és, ez aztán nagyon szépen kiforta magát, úgy gondolom, hogy kívülállóként is. Pont a következő kérdés is inkább hozzád irányul. Mennyire a fiúk, mennyire a saját elképzelésüket valósítják meg egy adott akár szakácsgeri klipben, akár follow the legyen szó, vagy mennyire hagyatkoznak rád, vagy hogy, hogy néz ki ez a folyamat, amikor így ötleteltek, összeültök, te például mennyire szólsz bele, hogy mi legyen benne? Szerintem ez nagyon előadó specifikusan, úgy én magam részéről egyébként többnyire. Elég vizuális embernek tartom magam, és, és sokszor már van egy-két input, amit így tudok mm. kommunikálni a srácok felé, és akkor igazából ebből indulunk ki, meg nyilván az adott dalnak a szövegéből, a hangulatából. Nálam valahogy így néz ki, hogy van egy alapötlet, sokszor volt már olyan hogy egyébként, hogy nem volt egyáltalán, és akkor a nullából valamit bedobnak. Mm -hmm de van olyan olyan megoldás is, hogy mondjuk van egy tök jó klippötlet, és arra mondjuk kitalálni egy dalt, ilyenben amúgy még nem volt részem de, de hallottam, hogy van ilyen De lehet, hogy most akár elindulhat valami igazándiból. Igen, 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 igen szóval, de például tényleg volt egy volt egy most így eszembe jutott, hogy van egy egy ötlet, ami mondjuk így várat magára, és, és uh -huh. hogy majd szülessen egy olyan dal, ami ráéleszthető az a nagy uh, trúváj, hogy megtalálják magukat azok az emberek, akik egymásnak nagyon jól ki tudják egészíteni, és érzik egymás uh -huh. energiáit, meg meg minden ilyesmit. Mármint most az arra gondolsz, hogy előadó vagy zenekar és egy videoklipes csapat. Így van. Így értettem. Igen. Igen, mert amúgy sokszor van az, hogy egy, egy zenéhez hozzá tud adni egy klip, és amúgy el is tud venni. Igen. És a végeredmény tekintve tök fontos egyébként, hogy hogy, hogy, hogy mi lesz. Mind, mind a két részen nagyon sok múlik. Uh -huh. Szerintem ez abszolút csapatmunka. Szóval, hogy az előadó és akár a rendezők közt, meg a, a gyártócsapat közt, ez uh -huh. egy ez szerintem úgy tud jól működni, hogyha ez összhangban van, és, és mind, mindkettő fél megtalálja magát a projektbe. Szóval, hogy én mindig szeretem azt, hogyha egy előadónak vagy zenekarnak van már minimális elképzelése. Uh -huh. Mert uh, nyilván az ő daluk. Ők írták a szöveget. Szóval, hogy hogy az igazából őket kell megvalósítani, és belevinni azt a pluszt, amit mi tudunk. Viszont adott esetben van olyan előadó vagy zenekar, aki mondjuk, és most hozzád fordulok, Bence, ördög, hogy aki meg teljesen rendezni akar, nem csak azt mondja, hogy skacok, hozzátok az eszközöket, hozzátok a cuccokat, és viszont mindent ő akar csinálni. Tehát, hogy effektív még egy kvázi rendezőnek sem hagyja, hogy rendezzen. Alapvetően szerintem igazából az a legszerencsésebb, meg az a legjobb verzió, és abból szoktak amúgy a legjobb ilyen kémiai egyensúly kijönni, amikor már van csak mondjuk egy adott téma, és nem kell ezt túlmagyarázni, tehát hogyha van egy szó, hogy mi mondjuk az alapkoncepció, akkor onnantól kezdve már ezt így tök jól ki tudjuk dolgozni. Volt ilyenünk, nekünk Bence, hogy így valaki volt, de azok volt. általában mindig nagyon-nagyon-nagyon rosszul sültek el. Egyrészt azért, mert szerintem maga az előadó se tud ennyire szétosztódni, hogy ennyire sok mindent csináljon egyszerre. Ilyenkor azért nem mindig az van, amit mondjuk mi elképzelnénk, vagy mi szeretnénk képviselni, és szerintem nem is biztos, hogy az, amit az, az adott kitaláló is meg akarna valósítani. Meg uh -huh. Szerintem amúgy nagyon fontos, hogy, hogy mind a két fél, én hiszek abban, hogy, hogy így lelkesedjen mindenki a projektért. Szóval már alapból is, mikor zenét írunk, én mindig olyan emberekkel dolgozom, akikkel legalábbis a projekt szinten nagyon hasonló az ízlésünk, Aha. vagy az értékrendünk, ez bármennyire is távolinak tűnik egy adott dalhoz, mondjuk egy értékrend, de valamilyen szinten befolyásolja így az alkotói munkát. Persze. És akkor tud igazán jó eredmény születni, hogyha emocionálisan így is benne tud lenni mindegyik fél. Uh -huh. Az egy óriási hiba szerintem, hogyha, hogyha, minden, hogyha mindent valaki egy akar, el akar csinálni. Igen, tehát hogy azért szerintem ez, ilyen, ez feszüléssel, meg ellenérzésekkel ez amúgy szerintem nem tud működni, mert ha belegondolunk abba, hogy egy, egy adott projektet nézünk, az megelőzi minimum három-négy találkozás, nem. közös kajánlás, közös ötletelés, terepszemlézés. Nem. Tehát, hogy azért ennek, ennek szerintem az a folyamat tökre hozzátartozik, hogy legyen szerintem a, 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 szűk csapaton belül mindenféleképpen legyen egy minimális kapocs. Igen. Volt már esetleg olyan, és akkor nem akarok utána ennyire deep témákba belemenni, vagy egy ilyen rossz, rossz negatív hangulatot adni, de hogy volt már olyan, hogy valakivel egyszerűen nem lehetett együtt dolgozni, és vagy a projektet kellett abba hagyni, vagy azt mondtátok, hogy ez soha többé ezzel, és nem tudom. Most nyilván nem kell nevesíteni, csak Rengeteg hogy, szert. csak, csak van-e ilyen? Hát olyan, hogy abba hagyni a projektet, olyan Emlékeim szerint nem volt, de olyan, hogy utána azt állapítsuk meg, hogy na jó, itt szerintem ezt akkor így hagyjuk. Ezt és hagyjuk. akkor legközelebb akkor nem. Olyan volt, de azért ahhoz képest, hogy mennyi előadóval dolgoztunk, ahhoz képest ez, ez nagyon kevés. Uh -huh. hát, Bocs, és, és alapvetően, tehát az, hogy így abba adjunk egy projektet, és ez most egy kis duma, tehát hogy nálunk azért, ez mindig a Bencevé megszoktuk uh, beszélni, ilyen. hogy nem hagyunk cserben senkit, tehát hogyha ha van bármi olyan külső tényező, és itt itt azért nagyon sok minden, és nem csak az előadó személyét kell, hogy megemlítsem, a mindig abba vagyunk, hogy nem, elvállaltunk, igen mondtunk rá, elfogadtuk, belevittük, ősz is számol velünk, számol a megjelenése, akkor már végigvisszük a projektet. Hány ilyen módosítási kör van ilyenkor benne a pakliban? Mondjuk például Gergő hányat szokott kérni, vagy hogy van, amikor így nagyon ez van ez a master pánik is itt a zenészeknél, yeah. hogy mi, mindig lehet fogozni, egy dal, de egyszer ki kell adni, tehát hogy mennyi az a normális ö, módosítási kör adott esetben egy klipnél, ami, ami még oké? Okay. Szerintem ezekben nagyon bele lehet csúszni, amúgy ö én egyébként nem feltétlenül szoktam. Én amúgy tényleg abban hiszek, hogy ezért nem szoktam főzni se nagyon, hogy így, <gül> <gül> hogy így mindenki csinálja azt, ami ezért. <laughs> szóval, hogy én, én például, amikor Bence átküldi az első vágatot, azért ritkán volt olyan, hogy azt mondjam, hogy hú, basszus, ebből most így hogy fogunk jót csinálni? Tehát sem nem volt ilyen. Tehát, tehát nekem akkor alapvetően már mindig tökre tetszett az, amit látok. És akkor volt, nem tudom, pár kép, amin látszott, hogy dagadt vagyok, és akkor kértem hogy semmi. De csak ilyesmi. <laughs> és én nagyjából ennyit. El. Egyébként általában ezek szoktak lenni a, a módosítások, hogy az előadó, amikor nem, nem tetszik magának, akkor azokat cseréljük, vagy módosítsuk, ahogy, uh -huh. ahogy, ahogy, ahogy szeretnénk. Ahogy ott már szerintem, hogyha valaki kap egy, vága, egy vágatot, és ilyen totál azt érzi, hogy úristen, ez, ez borzasztó, ott már baj van. Ott mert. már biztos, hogy nagy baj van, igen. Akkor nem, akkor nem kell együtt dolgozni az adott csapattal, igen. vagy rendezővel. Igen, igen, igen. Mi volt a legdurvább sztáralűr, amivel találkoztatok, és most nem feltétlenül videoklippezésnél, hanem akár TV2 promó, nem tudom, reklámfilmeknél, nyilván, ahol nagyobb költségvetés van, ott adódik a kérdés, hogy lehet, hogy esetleg nagyobb igények is vannak. Volt esetleg ilyen? Vannak minimálisak, de szerintem most ezt itt így egy ilyen előadói közegben, ha nem is sztáralűröknek nevezzük, de minimális kényelmi hát, elvárásbeli dolgoknak, tehát itt most az alapvető táplálkozási, fogyasztási dolgokat. Persze itt másik oldalról mindig van az, hogy amikor mondjuk van egy két költség, akkor azt sokalja mondjuk a megrendelő, aki adott esetben az előadó, aztán a főkolompos, hogy hát miért nem? Íhes nagyon nagy vagyok. csirke van a rizsze, mert hogy ő épp nem tudom, milyen diétán van. Tehát hogy ez, ez, benne van, igyekszünk mindenkinek amúgy megfelelni, és mindenkinek az, hogy mosolyogjon egy forgatás végén. Másik szerintem, ami, ami szokott lenni, az inkább szerintem nőknél, hogy ragaszkodnak sminkeshez, uh -huh. és hogyha mi leadunk már egy költségvetést, és akkor utána jön az, hogy jó, de hát nekem ez a sminkes, ez ennyibe kerül, és akkor az már ott. Akkor sok esetben a igen, igen. igen, akkor sok esetben saját sminkessel dolgoznak, igen, meg fodrásszal. Hát hiába hív, ez, hívtok ez el egyet, az... akkor igen, akkor igen. Ők, ők, és ezek drágábbak, gondolom. Ez? Így van. <laughs> Csak <laughs> diszkréten. Jó. Mik voltak akár a legjobb, akár a legdurvább forgatási élményeitek? Tehát, hogy ezt mind, mind akár az előkészületben, akár maga ott maga <laughs> a helyszíne, hány órát forgattatok, akár azért, mert jó hangulata volt, akár mert egy utazással összekötődött, tehát, hogy így, így ebb, ebből azért sokat... <laughs> szerintem mindjárt rengeteg ezt. van, de Igen. most, most, ha már így hárman ülünk itt nálad, akkor én értem a új i forgatásunkat mondanánk, ami amúgy szerintem nekem a, az év egyik legemlékezetesebb ilyen jellegű forgatása és egyben utazása is volt. Másrészt meg amúgy szerintem így a, 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 a karrier évben is egy, egy, olyan, olyan élmény volt, ami, ami számomra amúgy ilyen, je, yeah, marha jó volt. Szerintem tök jól éreztük magunkat. Igen. igen. Ez a Nincsen út a dalomhoz készült videoklip, ami nagyjából egy ilyen Madeira image film lett. <suk> tényleg, hogyha meglátod, megnézed, akkor utána instant szeretné repülőjegyet venni Madeira szerintem. Be kellett uh, volna húzni szponzornak. Egyébként nem? Na, igen, rohadtul, de <sukrál> igen. <sukrál> nyilván amúgy ördinek eszébe jutott. <sukrál> de, de utólag. Tudsz, nem, próbálkoztunk, én <sukrál> ja. így elküldeni ilyen madeira helyekre, de jaj, jaj. Időszűkében voltatok. Igen, igen, ez mert tényleg későn jutott uh -huh. eszünkbe. Hát abszolút ez egy, ez egy... De ez is olyan, hogy most egy olyan stábbal, akit nem ismersz, vagy mit nem nem kedveld őket emberileg, nem csinálsz egy ilyen tripet. Persze. Szóval, vagy ez mind kell az, hogy, hogy nem tudom, már régóta dolgozunk együtt, már vagy hát lehet csinálni, csak hát ez az, 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 lehet, hogy nem lesz minden ez meg tényleg olyan szinten, mint hogyha ilyen have fun, és közben nyilván amúgy alig aludtunk, és mentünk éjjel nappal, hogy fogassunk. Uh -huh. A -huh. a Igen, <laughs> Igen. naplementét, meg minden. <laughs> egy <hegy> késtük, <laughs> vagy minden. Kecske <késtük, gül> az úton, vagy mi volt a ló, vagy Igen. nem tudom, hogy küldtetek, voltak ilyenek. Igen, Igen meg rommá fagytunk, meg áztunk, meg mindent csáltunk, de hogy közben meg rohadt, hogy ezt magunkat, olyan dolgokat láttunk, amit nem is gondoltunk, hogy fogunk. Meg például amúgy az a, az a trip azért mai napig emlékezetes, és tisztán emlékszem, hogy, és ez most, hogyha egy ilyen komolyabb témai beszélgetés, hogy akkor tört ki amúgy a háború Igen. azokban a napokban, és én tisztán emlékszem, hogy a Igen. Geri írt is nekem még egy nap előtte, amikor ez megtörtént, hogy Úristen, most, most menjünk. Most, most mi legyen. Ne, most Igen. mi csináljunk. És akkor igazából így, így, kimentünk. Amúgy nagyon-nagyon kacifántos volt amúgy a kijutás. Hosszú Igen. volt, Vécsből indultunk. Nagyon jól éreztük magunkat. És így pont azt beszéltük, hogy Hát, ha nagy gáz van, akkor akár itt is maradhat. Mégis jó hely. Mégis jó hely. Minden esetre egy szűk csapatról beszélünk, most tök mindegy, hogy három vagy négy fő. Azért kérdezem ezt, mert Geri, neked volt egy olyan nagy projekted, nem is olyan rég, Igen. amikor talán 50 fő stábba dolgoztál? vagy vagy még... azt hiszem, hogy volt olyan a második napon, azt hiszem, hogy 80 van a Pláne. Tehát, hogy 80... És pont, pont, ez a kérdés, hogy nyilván azért itt a srácok is azért viszonylag nagy stábban is tudnak és szoktak is dolgozni, ha a projekt megköveteli, de hogy ez, nem tudom, ez milyen érzés volt? Tehát, hogy jó volt, vagy inkább azt érezted, hogy ez már túlzás? Hát amúgy e -e, nagyon durva érzés volt, ami megdöbbentő volt, meg örülök, hogy amúgy részese lettem és uh -huh. megtapasztaltam egy ilyet is. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy hogy valószínűleg meg lehet. Tehát, hogy, hogy itt már ilyen nüansznyok, nyug nüanszokért küzdünk, mármint hogy mondjuk nem tudom, egy 10%-kal lehet, hogy így jobb lett a minőség, hogy nem uh -huh. utómunkában lett, nem tudom, az annaforrásnál megcsinálva a, a, a fények, meg ilyesmi, hanem, hanem ott belett túlvilágítva az Aha. egész erdő. Tehát, hogy, hogy így olyan dolgokat lehet így megcsinálni élőbe, amiket amúgy nyilván egyszer nem lehet megugrani, de ez iszonyatos költséggel uh -huh. jár és szerintem ez semmilyen szinten nem rentábilis, azt gondolom. Ez nyilván egy, egy, ö... Ez egy filmnél talán már egy, egy ez egy, már egy, filmes közeg vagy technika. Igen, igen tehát ez egy, ez egy filmes gyártási mód lehet esetleg. Nem tudom, egyébként alapból tök nagy kérdés szerintem az, vagy, vagy hát egy, mondjuk a zenész közegben ezért is van sokkal több pénz szerintem a reklám uh -huh. mondjuk filmes szemszögből nézve, amikor mondjuk egy Spotify lejátszás többet ér, mint egy YouTube igen. megtekintés, akkor az, az úgy felvett kérdéseket, de nyilván a spotira is kell vizuális tartalom, nyilván nem egy komplet videóklip. Igen. Ebből adódik a kérdés, hogy szerinted mi lesz itt a videóklippeknek a jövője itt ebbe a felgyorsult világban? Hát ö, annyira amúgy erről inkább csak a véleményekre vagyok én is kíváncsi. Uh -huh. Én azt látom, hogy mind mondjuk zenekészítő, hogy most már egy-egy dal, az, az gyakorlatilag egy ilyen poszttal lett, vagy lesz lassan egyenlő. Igen. Tehát tényleg nagyon durván rövidülnek a dalok. Talán nem magunkon is érezzük, hogy ebben a felgyorsult világban annyi impulzus ér folyamatosan, hogy az én figyelmemet se nagyon tudja megragadni egy dal. Mit tudom én, két és fél percnél biztos, hogy nem tudja tovább nagyon. Uh -huh. Tehát tényleg vannak olyan dolog, amin a kereknek érzem azt, hogy két perc. 10 másodperc után véget ér. Nem tudom, ez hova fut ki. Igen, csak hogy mondjuk mondtad, hogy a Spotify-on még csak ezek a Canvas videók vannak, mint mondjuk 8-10 másodpercesek, de hogy lehet, hogy adott esetben már mondjuk egy videoklip 30 másodperces legyen, elképzelhető ez, Bence? Hát nem tudom, én, én azt érzem, hogy ez a TikTok és ez által ez a vertikális a vertikál, ö így van. Ö Videók felé fog mozdulni, ami. Hm? aminek én most egyelőre így személy nem örülök, mert amúgy nagyon nagy nyűk, szóval, hogy nekünk készítőknek ez a 16-9-es... És ki kell fogni a kamerát, nem? És akkor nem nyűk. Arra komponálni képeket ezért sokkal könnyebben lehet, mint egy ilyen vertikális méretre. Ez nyilván ennek is megvan a szépsége, megműködik, és én szerintem nagyon efele halad a dolog, és tényleg lehet az, hogy mondjuk a YouTube fog visszaesni, és mondjuk lehet, hogy egy, egy videoklip megjelenik az Instagramon, uh -huh. és erre már volt is példa többször, akár egy kenyévesznél, jó, mondjuk az minden hülyeséget csinál, de hogy, <laughs> hogy, 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 hogy hogy már már ez, ezt azért így, így feszegetik. És, és akár hát, megjelenhet egy videoklip a, a TikTokon, és Igen. máshol, és ott olyan megtekintést, olyan számokat fog produkálni, hogy mindenki pisol, Igen. És, Igen. és ez szerintem uh, igazából nagyon ahhoz tudom Kötni, hogy az hogy Amerikában mikor indul el. Ugye, ami Amerikában működik, és az nyilván világszintű, a, 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 ahhoz, igazodunk, ahhoz igazodunk, vagy azokat a trendeket igen, követjük, igen, 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 igen. viszont ördög, te egy kicsit így, így vágtad az arcokat, hogy nem értesz egyet ezzel? Nem, amúgy absz maximálisan egyetértek, meg a, a tendencia az alapvetően látszódik, és ez igazából ezt most így hosszabb a, a, a véleményem erről alapvetően Mondod. az. Köszönöm. De nem azért csak. Van idő? A, a, alapvetően szerintem, ugye látható, amíg voltak zenei csatornák, addig a, a videoklip költsége sokkal magasabb volt. És okay. oda készült elsősorban? És oda készült, Igen. pörgött, ment. Ugye tévénézés szokások megváltoztak, most van a YouTube, és ugye ez lenne a harmadik stáció, amit a Bence mondta, hogy mondjuk 30 másodperces uh, Insta, meg mit talán, TikTok, TikTok, meg bírja videók lennének. Szerintem. Uh, csak én csak ezt értem, csak akkor, akkor vegyük azt, hogy a zene és a videónak a kapcsolata. Tehát egy ez az üzenet, maga az üzenet átvite, mennyire tud egymáshoz kapcsolódni. És akkor itt most például én nekem is elnézés, hogyha egy kicsit ez, ez, egy túl komoly dolog, de hogy alapvetően az, az opera, mint zenei műfajban a zene és a szövegnek a kapcsolata különböző stációkra bontódott a zenetörténet során azzal a kapcsolatban, hogy ki kit szolgált. Tehát ott a szöveg és a zene mindig egy bizonyos szintig előtérbe került, hogy ki volt a... a ki ki volt a dal? A szövegírói vagy a zeneírói? És ez, ez mostanra azért így helyreállt, de, de valahol ezt érzem amúgy a a, a videoklipnél is, hogy természetesen soha nem gondolja azt, szerintem semmelyik ö, képi megvalósító, hogy, a, hogy a, ő szolgálja a zenét, de én akkor is úgy gondolom, hogy nagyon sokszor egy-egy dal ö, sikeréhez nem tud ö, hozzátenni csak azt, hogy most így föltöltjük egy. Ö, vizualizerrel, vagy bármivel, mert szerintem fontos az, hogy hogy ezt meg tudjuk mutatni vizuálisan. És csak azért, azért forgattam úgy ennyire a szememet, mert akkor ezzel, hogyha ha ez TikTokra fog menni, és akár telefonnal föl tudjuk venni, akkor onnantól kezdve viszonylag ez a szakma amúgy meg is tud szűnni. Tehát, hogy... Én, ö, én ezt a, nem azt felt... gondolom, hogy lehet, hogy amikor ezzel indul, akkor lesz egy ilyen mint amikor, amikor betört a YouTube. Akkor mindenki elkezdett homemade videókból Igen. csinálni klippeket, és azért most pont szerintem az történt, hogy ezeknek most jött a, el az a minőségi ideje, hogy szerintem azért fontos a minőség az előadóknak, mert nyilván az őket is minősíti. Hát... I és, és szerintem, a, ha ez, ez megtörténik, akkor az fog történni, hogy elkezdődnek ugyanez a trash irány, és utána az egyre komolyabb, és akár ugyanúgy lehet komoly, filmes géppel forgatni uh -huh. egy, egy vertikális klippet. Uh -huh. Geri? Fú, nem tudom, elvesztem. <laughs> az operánál maradtál le te is, ugye? Én is ott egy kicsit. Jó helyen vagyok? Tehát, hogy lehet az, hogy a jövőben mondjuk presztízs értékkel bír az, hogyha mondjuk lesz egy normális videokipped, mert hogy tulajdonképpen jobboríték hogy ez nem éri meg papíron, nem. de hogy közben meg egyébként nem tudom, aki valamilyen polcra helyezi magát, az annak van annyi igénye, hogy mondjuk forgat egy videoklippet. Mm, igen, ez, ez a TikTokosodás is. Most, most már számos előadó van világszinten, aki ott futott be, szerintem te, aki is, aki nagyon durva, én nemrég kezdtem el felfedezni a TikTok világát, amúgy szóval egy kicsit megcsúsztam, most már pedig próbálom magam aktualizálni, de tényleg egy ilyen egy hónapja regisztráltam, vagy most uh -huh. hát nem, még, mikor, Szép. Igen, előbb volt, akkor igen, az azt jelenti? Igen. Még amikor nem TikToknak hívták. Akkor... Musically. Igen, akkor felmentem, és akkor csináltam egy videót, és szelfejtettem a jászolomat, mindegy. És akkor most tényleg egy hónapja úgy döntöttem, hogy na jó, akkor ez lesz az én cover Aha. platformom amúgy. És annak még, mondjuk, most a Igen, tehát hogy mostanra a TikTok egyébként számomra ah. olyanná vált, hogy hogy abszolút vannak rajta tök eltő uh -huh. tartalmak, és például én, mint mondjuk, ha az énekesi mi voltam, hát nézzük, akkor tökre motivál, hogy ilyen fiatal arcok ö, olyanokat énekelnek, mint az által, és, és tök sokat elkezdtem gyakorolni egyébként ezáltal, uh -huh. hogy akkor én is töltök fel, és nem tudom csak egy jobb videót. Uh -huh. Szóval, hogy vagy vannak ilyen music challenge-ek, szóval szóval most már tényleg Látok benne rációt, vagy nem tudom, szeretem a Procreate-et, az így tervezni lehet, nem tudom magát, tetoválást, meg ilyesmi. Uh -huh. Ön, ők is csinálnak olyan dolgokat, ez a vizuális művészet nekem tök érdekel, vagy rajz. Ja, meg persze közben bedob rengeteg pornót is, hát ez, ez ugye attól függ, hogy miket látok. Fura, hogy, hogy nekem miket dob be, nekem nem egy szokott. Na, de hogy ebből adódik a következő kérdés, hogy amúgy te kiakadnál például akkor, hogyha most itt van ez a szép madeirai klip, amit beszéltünk, hogy tökre szeretitek mind, mind a végeredmény, mind a forgatást, és mondjuk az, az TikTokra készülne vertikába. Vagy, vagy már ott tartanánk, hogy azt oda kell kitenni. Tehát akkor lenne benne egy ilyen rossz érzés, vagy egy ilyen komolytalan érzés, hogy ez most nem találja meg azokat a nézőket, vagy nem tudom. Én nem úgy nem érzem ezt őszintén. Ez mondjuk jó, mert e ez, irányba megyünk Igen, egyébként. Én azt, érzem, hogy akkor nem tudom, valószínűleg megpróbálnánk olyan képeket belerakni, ami amiben vertikálisan tudjuk megmutatni ezt a szépséget. Aha. Nyilván most egyébként, hogyha mondjuk van egy, gyártódik egy videó, akkor mondjuk, ha ki kell tenni a akkor nagyjából az a metódus, hogy bele van nagyítva középre, igen. és akkor így csá, ez a... Ez a, ez a TikTok. Igen, de hogy így közben ö, lehet, hogy lehet úgy képeket ö, alkotni, hogy ö, a hasonló részletek jelentnek meg. Igen. Viszont itt jön akkor az oroszlán része a dolognak, ördög. Mi az átlag, mennyiből készülnek a magyar videoklippek egyrésztről? Mi volt régen, mert ugye itt temlítettél régi tendenciát is, régen mennyivel több pénz volt erre amikor a zenetévés időkben. Mennyiből készülnek most, és mit látsz, hogy ez hova tart, mennyiből fognak? Azt hittem, ezt megbeszéltük, hogy ez nem lesz benne. Tudod, De... itt bármi ebben a műsorban. Én most bocsánat, csak még így, amit így beszélgettünk erről a TikTok dologról, és amúgy ez a kérdéset ez részben amúgy hozzá köthető. Na, igen. Először is, nekem nincs TikTokom. És... Hagyjad már! Nincsen. Hát, be, de hogyha küldök egy videót, akkor megnézed. Nem tudom megnézni, csak ilyen szafarin. Már mint Tényleg? A... Igen, és tök, tök rossz. <laughs> csak ki kell utazni a safarinához. micsoda? Nem, de, de én ezt nem, nem töltöd le? Nem tudok. De ne használj, csak tölts le, csak nézd. Nem, nem, nem jó. Szerintem ez nem, nem vicces. <laughs> jó, kicsit egy papus, papus Mindegy, de, de, Ettől függetlenül itt az a kérdés, hogyha fölkerül mondjuk a nincsen út, és akkor Nagyjából kérdésedre tudok rá. Ne, nem ne az, hogy fölkerül, csak oda kerül Csak fel? oda készül. Tehát, hogy csak oda nem, készül. most is fölkerült nyilván. Neked onnantól kezdve ez egy rentábilis mutatvány lenne, hogy kiutaztattál egy stábot, és ebből <laughs> nagyjából lehet amúgy ö, asszociálni arra, hogy ez milyen büdzsével forgott, mert amúgy ö, ez volt az oroszlán része amúgy a, a dolognak, igen, mert igen. hozzá kell tennem, hogy akkor tök nehéz volt kiútozni hogy neked akkor a célba ért volna? tehát hogy meg, meghozta volna azt a Spotify azt, a, azt az elvárást amit mondjuk úgy egy dalnál mondod hát lehet, lehet hogy még, még jobban ne... is amúgy lehet hogy jobban és lehet ha hogy pörög, még viszont pörög a, a TikTok akkor a YouTube. Bepöreg, akkor amúgy lehet, hogy még nagyobbat megy. Szóval, na, na, én most... ezt a részét amúgy nem vágom annyira még szintén. Tehát, hogy most tehát nyilván a, nem tudom, a YouTube-ot azt már bűvöljük egy jó, mert nem tudom, már évtizede, és hogy, hogy, ott azért én egyébként, ez lehet, hogy tök cik, de én, én minden reggel így felkelek, megnézem a kis statisztikákat, én ott hogy tök Ez tök jó. Vagyok, igen. Én is elbincsizek ezzel. Igen, és, és, hogy, hogy a TikToknál ilyen szintű felület megtudatosságot én még nem tudok felfedezni azon kívül hogy látom, hogy feltöltöttem az első videót, és 13 ezeren megnézték, ami mit, Instagram jelenleg elérni egy ilyen megtekintést, ez amúgy ne számomra tök kihívás pedig nem tudom, TikTokon van jelenleg ezer követőm, Instagram meg 38 ezer, szóval hogy alapból nem is tudom azt, hogy a TikTokból hogyan konvertálódik mondjuk ez a megtekintés uh, inkább. Én ezt úgy, én ezt úgy <laughs> fogalmaznám, hogy szerintem ott azért ilyen magasak a számok, mert hogyha már csak. Elég dobja az algoritmus, már az egy megtekintés. És It nem is nézed végig, yeah. de már, és ezért ilyen magasak a számok. Igen, mm -hmm. meg azért jó is az algoritmus, azt tegyük hozzá. Tehát ezt szokták mondani marketing specialisták, pont most beszéltük, hogy, hogy is mondták, hogy 15-ször be kell szorozni azt, ami mondjuk a YouTube-on mondjuk mit tudom én, tízezret elér a nézettség, akkor ezt megszorozott 15-tel, az, az, a TikTok, és ezt így oda-vissza lehet osztogatni, megszorozgatni, vagy yeah. annyival jobb egyszerűen, hogy nem reális az, hogy most a TikTokon megnézek jó, 300 ezer videót, Nehézik, baj, valóban, valóban megnézik, és valóban sok emberhez, csak hogy egyszerűen más. Más az értéke a megtekintésnek, jó, inkább így, így mondanám. Nehéz megmondani azt, hogy most ez a 13 vagy akárhány ezer ember az most valóban megnézte, vagy nem? Ny nyilván hát, nagyon nehéz. Azért... Most azt hiszem, ott is azért úgy van, hogyha rákattint, de ott már rákattintasz. Igen. Szóval, Igen. hogy ott, ott, megvan nem az, bedobja hogy eléd. az Igen. már azt jelenti, hogy érdekel. Igen. És Igen. valamennyire azért kattintasz rá, mert meg akarod nézni. Igen, illetve bocsánat, a másik fontos dolog, hogy itt, vagy én nem tudok róla, TikTokból még nem lehet bevételt szerezni. Igen. Tehát még a YouTube-ból azért viszonylag, Külföldön, hogyha van egy... De? Külföldön, Külföldön bocs, lehet, csak itt most Magyarországról Igen. beszélek, de hogyha ha, ha, most azt figyelem azért a YouTube-ban, hogyha eldurran egy videód, akkor lehet azért egy, egy jó bevételre szeltenni. Nyilván ez még a TikTokon nincs meg, tehát nem feltétlenül érdemes csak oda beleinvestálni és gyártásra költeni pénzt. De előbb-utóbb előbb le. lehet, hogy meg lesz. Hazudtam mindenkinek, én egyszer letöltöttem a Na témet. tessék, derül Egy ki. percig és bekövettelek téged, te voltál az első, és a hatodik videód az volt, hogy no. én nem ah. tudom, a zsebedből kivettél egy pénzt. És... Ilyen nem volt? Ilyen, Ilyen nem volt. Ez csak egy kihívás volt. Ez csak egy kihívás volt, nem, hogy... Jó, de ez is az, hogy érted, mit dob neked az algoritmus. Úgy látszik, hogy nagyon pénzcentrikus vagy, ezért kaptál olyat. Na, de tényleg, srácok, milyen ö, költségvetésekkel dolgozunk? Nem ez iszonyatosan változó amúgy, tehát, hogy ez... És ö... nem, nem feltétlenül kell számszerűsíteni, mondhatod ne, egy tóliget. Nem is terveztem. Ja. Ö, tehát, egy alapvetően ez nagyon-nagyon sok mindentől függ, tehát, hogy mit, mit érez be az előadó, van-e szponzori pénze, uh -huh. van-e pályázati pénze, uh -huh annyira erősnek érzi, hogy ezt most akkor ez lesz a sláger, és akkor megéri ebbe beleugrani. Nagyon-nagyon változó szerintem. Tehát, hogy viszont, Bence, ezt amúgy így, erről mi is beszélgettünk nem is olyan rég, hogy Annyit viszont nem változott hogy az elmúlt négy-öt évben szerintem a büdzsé. Ö, hát, tehát, az csak, az csak a pénz romlott. De csak akkor a pénz romlott. Inkább mi, 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 az, amit... Mi Jó, az, a mert... romlott, de, de szerintem azért minimálisan változott. Szóval, hogy én, én, én látom azt a fejlődést, és ez tényleg ez, ez a, onnan tudom indítani, hogy ahogy bejött a YouTube, ez így ment le, és most van egy ilyen görbénk. Szóval, hogy, hogy eh, én, én így látom ezt a dolgot, és... Eh, és most újra vagy. És most újra, újra megy, megy lefele, de hogy, hogy volt egy ilyen görbénk, hogy, hogy itt volt, amikor volt MTV, eh, meg Viva, meg, meg minden, yeah, yeah. és utána jött egy ilyen, és most jövünk így fel, és most az lehet, hogy megint lefele megy, valószínű, de hogy, hogy én ezt ezt a fajta görbét, ezt így érzem. De igen, csak akkor inkább úgy irányítanám a kérdést, hogy mi az, amit ti meghúztatok akár határként, és azt mondjátok, hogy ez alatt nem az, hogy nem szívesen forgasz, csak hogy úgyse fog belőle jó kisülni. És nem a tigázsitok miatt, hanem amiatt, mert nem lesz jó helyszín, amiatt, mert nem lesznek jó szakemberek, nem lesz jó technika, igen. és a többi. Tehát, hogy, Tehát, hogy ho nyilván egy, ez... egy bocs, egy csak egy iPhone-nal is lehet videoklipet forgatni, persze, nem. mindent lehet. Na, jó, bocs, nem lehet. Majd csinálunk is. Bocs, nem lehet, oké. Okay. De a lényeg az az, hogy, hogy Tényleg nem a tippénzetekről, csak hogy, hogy mennyiből áll össze egy faszaklip? Ez a kérdés. Kigyó, alapvetően átlagban. mi úgy szoktunk gondolkodni, hogy van egy adott előadó, egy megrendelő. Szeretjük-e, szeret, vagy nem? Szeret, <laughs> nem szeret, Szeretné-e az, hogy ez hozzá képest is felnőjön, és ezt mi is amúgy szeretnénk, és akkor van egy olyan technikai stáb, amit amúgy alapvetően nem tudunk elengedni. Azért azt tudni kell, hogy aki mondjuk azt a szakmát választja az életébe, hogy ő most fókuszpuller lesz, világosító a. lesz, technikus lesz, operatőr. Ő nem csak videoklippeket csinál, hanem elmegy reklámokba dolgozni, Persze. elmegy sorozatokba, neki onnantól kezdve az az ára, amit amúgy a sorozatban is megkap. És ez sok esetben amúgy nem arányos azzal, amit amúgy egy videoklippes rendező, vagy egy gyártás, vagy bárki Persze. keres, mert ő sokszor arányaiban ők amúgy viszonylag magasáról jönnek, de magas színvonalba is általában. Ö és én úgy gondolom, hogy ezt kell így összerakni, hogy figyú! akarunk pullert, akarjuk azt, hogy jól be világítani, és ez innentől kezdve amúgy egy párbeszéd szerintem általában megrendelő és az előadók közt, mert kimentünk Madeirára, és én tartottam ott a, nem tudom, a lecsövet, amikor kellett, meg, meg, meg mit tudom én, tehát oda nem vittünk magunk a magas technikai stábot, és mégis, ha megnézi bárki, tök jó lett a videó, tök színvonalas, a és oké, okay, elvitte a helyszín. Persze. Tehát... Ezért mondom, hogy, vagy én ezt akarom mondani, hogy nagyon sok Pénzből készül egy klip, és akkor az nagyon magas minőségű, de viszont lehet, hogy ha, ha van egy olyan ötlet, vagy egy olyan helyszín, ami mm -hmm. elviszi az egészet, akkor nem kell bele annyi pénz, és ugyanúgy tud uh, működni. Lenni. Szóval, hogy ez, ez tényleg én azt tudom, hogy egy koncepció kérdés. Van olyan neked, amikor annyira beleszeretsz egy dalodba, egy ötletbe, egy koncepcióba, egy módba, bármibe, hogy azt mondod, hogy te nem kell szponzor, nem kell kiadó, semmi, te saját pénzből ezt most belász. Hát nem akarnám tovább vinni a nincsen utat, de az mondjuk amúgy ilyen. Aha. Tehát alapvetően ö, ö, azt nem gondoltam, hogy ez egy rádiós láger tud lenni, vagy ilyesmi játszogatják szerencsére, de de tényleg az hangszerelésben is egy picit ilyen radikálisabb, elektronikusabb vonalat visz, vagy képvisel meg kísérletibb az egész dal, <kül> és, és én, én megáltalában én így működöm a, a projektekkel, Nálunk a kiadónál egyébként így mindenki veshet nem tudom, még szerintem az elején mi olyan konstrukcióban vagyunk, hogy saját döntéseinket hozunk, tehát hogy még hogy mi, mi, mi ö, ö, gondoljuk át, hogy nekünk mennyit ér egy, -egy, egy, -egy projekt. projekt, és ö, szerintem egyébként látni kell azt valamilyen szinten, hogy, hogy lehet, hogy borítékolható, hogy egy adott dal mondjuk nem, nem fog akkor átpörögni, de mondjuk brandbe meg egyébként tökre hoz, mert nem tudom, olyan ö, színvonalat képvisel az egész produktum, hogy ha valaki azt megnézi, akkor azt mondja, hogy hú, hát ez amúgy az én minőségre nagyon rendben van, és én a nincsen útnál abszolút úgy voltam, hogy hogy tökre volt egy vízióm, mikor megszületett a dal, azt is egy utazás során írtam meg egyébként, és így elkezdtem, tényleg ilyen szinte látomásom volt, hogy, hogy mit szeretnék uh, uh, látni, és ezt, ezt uh, úgy voltam vele, hogy hát a amivel -e, kerül, ki, kivitelezőket. Hát nyilván nem, hogy nem tudtam volna elmenni a végletekig, de ki tudtuk hozni ezt. Uh -huh. Szerintem nagyon fontos az, hogyha egy előadó, akár egy, egy headliner zenekar, vagy, vagy, vagy előadó, az, az a magának megfelelő szinthez képes készítsen képet. Igen. Szóval, hogy, hogy szerintem az nagyon béna tud lenni, amikor van egy, egy nagyon menő előadó, uh -huh. akinek ő is tudja azt, hogy ezt meg fogják sokan nézni, működni fog, uh -huh. és készít hozzá egy nagyon low budget képet. Szerintem az az megöli ezt a, ezt a fajta dolgot. Hogy, és az imidzséből is a, a vesz a, vissza, igen, meg a nívójából. Az imidzséből vesz vissza, mert egy ilyen kategória előadónál már azért van egy fajta elvárás, meg egy szint. Persze, az, illik tartani. Igen. igen. Aha, aha. Ö, mik ennek a, a, az életnek, illetve az, ennek a szakmának az árnyoldalai? Most, hogy ne csak mindig árnyoldalakról, meg ö, csúnya dolgokról beszéljünk, de azért szakmai ez a dolog. Tehát, hogy ö, nyilván megismertek fantasztikus embereket, barátságok szövőnek, szép helyekre eljuttok, tehát hogy azért rengeteg jó dolog, lehet jól is keresni nyilván, ha sokat dolgozik az ember, tehát hogy rengeteg pozitívuma van ennek a szakmának, de mégis, amit talán az átlag néző, aki most ezt, ezt az adást nézi, vagy ilyen pályára készül, az, az készüljön fel, hogy nem csak csupa csillogás, meg, meg Insta, meg fotózkodás, meg utazás, hanem hanem sok árnyoldala is lehet ennek. Hát, Bence... Most elmondtátok, hogy TikTokra fogtok tartalmakat gyártani. Szóval Ugye lehet, hogy te az a mindenből. ilyen pályára. E, árnyoldalai. Hát figyú, ez egy ugyanolyan oldé munka, akár már már 0, 24 jellege, mint szerintem a a a, a, Ipar, uh -huh. a, 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 maga a filmipar úgy, úgy összességébe. Egyébként a... szerintem majdnem minden művészeti tevékenység. Szerintem... Igen, az, 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 igen. Nincs bioritmusod, igen. éjszakázol, nem Utazó sokat. Igen, de hogy tehát, hogy, ez annak való, aki ezt amúgy imádja. Igen. De te, te hogy, szeretni igen, kell, tehát, persze. Hogyha, nem tudom, egy hajnali háromkor ott állod magad egy erdő közepén, és a kezedben van egy kamera, és nem tudom, szét vagy ázva, akkor ez egy. Ez egy átlagos kedv. Éjszaka, és hogy így, tehát hogy És hogy ez te, van. E és és, és meg, hogy te ezt a szereted. Tehát te szívesen vagyod, igen. Igen. És meg kell találni mindenben a szépséget, ugye. Igen, uh, igen. Én, én úgy gondolom, hogy hogy árnyoldalba és sokszor nem is akarok gondolkozni. Persze, a 14. órában már nekem is fáj a lábam, meg én nekem is már amúgy mennékem van, ahogy nagyjából szerintem kb. Ká mindenkinek egy ilyen hosszú forgatáson, de közben meg mit tudom, én a, ezen a héten a egyik fürdőbe forgattunk, meg, meg hegyen voltunk, meg jó helyeken hmm. voltunk, tök jó társaságban, tehát hogy amúgy ez azért ez ennek annyira lazasága van szerintem, hogy, hogy azért mégse irodába dolgozunk, persze Szabad sokszor vagyunk vagy. irodázni, de szabadok vagyunk. Azért ez tényleg ez, hogy fel van borulva teljesen a bioritmusunk, meg, meg igazából nincs az, hogy bármikor most, jön egy telefon, most egy ötlet, dolgozok, egy izé... és hogy nem tudom, tíztől uh, hatig dolgozok, és utána leteszem, ez és nincs, nem semmivel. igen semmivel. Ilyen nincs. Szóval, igen. Hogy, hogy és ezért most itt né négyből hármunknak nincs is barátnője, nyilván ezért ez ennek is sokat mond, is na de ki az a három? Ennek is köszönhető. Írjátok meg kommentbe. Igen? És uh, szóval, hogy hogy azért ez, ez nagyon nehéz így, így megtalálni. Mert én, én azt érzem, hogy szerintem ezt egy olyan nő nem nagyon tudná elviselni, aki nem, nem, nem ebbe a szakmába dolgozik, vagy nincs rálátása. Mert ő nem fogja érteni, hogy te mi van hajni háromkor. miért, miért nem Persze. Lesz? Miért Érted szóval, hogy ez nyilván nehéz megérteni annak, aki délután négykor leteszi a és annyi, és utána már csak edzeni, mert nem tudom családozni, barátozni, igen, hát ez nekünk nagyon abszolútus. Nem nagy feltétlenül abszorikus. amúgy így a kapcsolati dolgokra húznám De ezt ki, ez hanem is egy, ez, ez, ez is, is egy ányoldal adott a nyodat, esetben. Hanem igen. Leginkább, és ezzel amúgy szorosan összefügg a tervezhetetlenség. Így van. Igen. És ahogy Igen. talán ez így mindenne. Mi például most nem tudom, lerakjuk ezt a, ezt a podcastet, vagy véget ér ez a podcast, utána tudom, hogy még a Bencével ezt is ezt a projektet át kell beszélni. Én megyek, és megyek is más mellé, kell, Geri megy és te is méz, Tehát, hogy, hogy, alapvetően itt nem tudom azt mondani, hogy jövő csütörtökön, vagy jövő hét szerdán, ha. csütörtökön forgunk, de szerdán biztos vagyok benne, hogy majd az, az hogy úristen, ki kell menni ezt a terepszemlét megcsinálni, el kell menni oda, stb. stb. És ugye jön az, hogy lemegy a relatív normális munkaidő, még be nem sötétedik. És utána sötétedés után is amúgy ugyanúgy van egy Persze. mitingelés, egy ötetelés, egy. egy irodai munkaadministratív. munka alkotói, ránkás, tehát, hogy Persze. hogy azért ez, ez így, így valójában egy ilyen Soha borult, érős. Igen. Viszont az árnyoldallal szemben a tervezhetetlenség szerintem és talán ez a legjobb gyűjtőfogalom, mégis van benne szabadság. Hol, abszolút, nem, abszolút. Na, szerintem ez amúgy csodálat, de tényleg annak való, aki ezt, ezt, ezt aki abszorúd, ez bírja. Igen, igen. Meg, meg, szereti. Tehát, hogy én is úgy voltam vele, hogy vége a, a nyári fesztivál szezonnak, és akkor elmegyek nyaralni ahhoz képest, még mindig nem mentem el, még nem, azért nem is fog november között. Tehát szerintem Szörnyország most már, most már jövő év elejére tolódik, de hogy ezzel így nincsen baj. Tehát, tehát nincs az, hogy na jó, akkor én most el fogok menni december 1-től december 7-ig valahova, nem tudom, kikapcsolódni, mert simán beeshet oda egy koncert, simán beeshet valami más, lehet, Forgatás. hogy eszünkbe jut valami, és még forgatunk egyet, vagy, for, tehát igen. Igen. Ja, hát ez ilyen. De én közben meg, bocsánat, de közben meg ugyanakkor annak is van egy tök nagy szépség, hogy azt mondod, hogy vasárnap ülsz otthon, és akkor az nem, nem lesz dolgom hétfőket. Oké, okay, akkor menjünk be a kocsiba, és igen, le bárhova. Tudom, bárhova. Hát ilyen spontán lehet. Igen. Ilyen. Igen. Igen. igen, igen. És nekem is most például a szeptemberem az, az full az a volt, de uh -huh. hogy senki nem mondta előre, meg nem láttam előre, hogy igen. szeptemberben nem lesznek olyan, nem lesz olyan pörgés, ha tudtam volna, akkor lehet, hogy fogok és, és elutazok, de mivel ezt így nem tudod előre, ezért nagyon nehéz tervezni. Abszolút. De a. azt se tudtad, hogy októberben pedig. Meg ekkora pörgés, azért rátszakad a teher. 10-12 napokat megállást nélkül menjünk hogy... Igen. Szóval uh, Szerintem ez a szakma, így hiába azt mutatjuk meg, azt látszik kívülről, és akikkel én találkozok, és nem a szakmában vannak, azok mindig csodálkoznak, hogy Miért de jó életed vagyok? van. Igen, hogy milyen jó nekem, de jó, és hogy, hogy, hogy nem értik azt, hogyha én mondjuk szomorú vagyok, vagy picit így nincs meg az a, az a good feeling. Uh -huh. És én azt tapasztalom, és úgy látom, hogy azért szerintem ez a szakma minden mint mostál, ez a minimális depresszió, ez mindenki be benne van. És akár csak most, ha csak az előadókról beszélünk, és azt majd Geri egész is ki, vagy Veddát, hogy hogyha van egy fellépésed, ahol ott van több ezer ember, és... Több tízezer adott esetben is. Több tízezer ember, és az olyan impulzusok érnek, hogy utána, ha hazamész, és leülsz egyedül, akkor rettentően hogy most mi van? Igen. tudsz lenni, és, és olyan, olyan uh, hangulat ingadozásokon megyünk át, hogy, uh, hogy ezt, ezt amúgy nehéz, nagyon nehéz feldolgozni, és szerintem amúgy itt a szakmán belül mindenkinek kéne egy sziológus de dom. most bocsánat, eszembe jutott, hogy, hogy forgatásokra ki kéne hívni egy szívot. Amikor épp nem dolgozott, beállította a vilko izét, beül egy fél órára. Nekem pszichológus, stáb pszichológus. Nem egyébként a tényleg nagyon hasznos, és én, 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 is járok, és most érzem a hasznosságát, úgyhogy úgy, ezt abszolút mindenkinek tudom ajánlani. Abszolút én is tapasztalom, hogy a környezetemben, hogy hogy nagyon nehezen kezelhető, tehát meg kell tanulni élni ezt az életet, hogy, 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 megfelelően éld meg azt, amikor a színpadon vagy, hogy megfelelően éld meg azt, amikor már lejöttél és tényleg hazaérsz egyedül, még egy órája, meg több tízezeren énekelték veled az egyik refrént. Ezek tényleg ilyen óriási magasságok és mélységek tudnak lenni, és, és tényleg belül kell valami olyan ö, egyensúlyt ö, találnod, ami, ez, 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 ami tudja kompenzálni ezt a, ezt a külső behatást, és tényleg sokaknak nem sikerül, és akkor itt jönnek ö, mindenféle addikciók, meg ilyesmik. Ö, ne, nekem az. A, nekem Mondjuk személy szerint inkább a színpadon ö, való megéléssel van inkább problémám, szóval mivel alapból ilyen viszonylag alacsony ö, ö, hullámon rezgek, így a, az, az életben, ö, vagy a hétköznapokban a színpadon kívül, így valahogy. Ezek a rezgések bennem így átompulnak, szóval nem, nem vagyok szomorúbb, amikor lejövök a színpadról, mert uh -huh. alapból van egy ilyen vibe de de tényleg is ismerek sok olyan pályatársat, úgymond, akik, akik küzdenek ezzel. Uh -huh. És talán erre amúgy szerintem a, 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 mostani Covid időszak meg még inkább rátett egy ö, lapáttal, mert hogy így azt gondolnánk, így, így szerintem ebbe a zenei tartalomgyártói filmes bergben is, hogy, hogy ó, hát hm, majd úgy is leállunk most egy hosszabb időszakra. Közben meg igazából nem erről van szó, mert valóban leállunk, de ugye az egy hosszadalmas felkészülést jelent, és közben, amikor meg, meg lehet ütni a vasat, akkor mindenki kényszeresen már-már mindent akarunk csinálni, szerintem Igen. ebbe is amúgy most így az van, hogy így szerintem egy teljesen így, így, generációkon keresztül, hogy, hogy ez a 4-5-6-7 hónap csak arról szól, hogy ez azt toljuk, ugye még egy buli, még egy buli, még egy buli, még egy forgi, még egy forgi, interjú, fotózás, stb. stb. Nem számít, csak menjünk, és ilyen jó, mert ki tudja, hogy amúgy mikor? igen, a most, jól. hogy... most picit bele ebbe a létbizonytalanságba, és tényleg, amikor lehetőség van, akkor mindenki habzsolja, igen. És, és így még nehezebb úgymond balanszt találni. Mik azok a melók, vagy azok a projektek, és most nem feltétlen videóklip, bármi, amire személy szerint a legbüszkébbek vagytok, és most már a Nincsen út című klipet nem lehet többször mondani, mert annyiszor mondtuk, tehát nyilván arra is egyébként büszkék vagytok, de hogy, hogy akár előadóktól, akár ö, megrendelőktől, akár ö, bármi, most nem akarom a szátokba rágni a választ. Nekem, nekem vannak kedvenceim, de mondjátok. Nekem inkább, nekem most így kedvenc, vagy amire a legbüszkébbek vagyunk. Hát, amire, hogyha most így belakod ezen ez a, a tévén, biztos? akkor azt mondod, hogy na, ez, ez király például én nagyon szerettem a tavaly májusi majkás projektünket, az egy, az egy, szerintem egy kimagasló, ott, ott nagyon nagyon nagyot mentünk. Az az agárdi szélvés. Így van. Aha. Akkor, akkor volt a, a tavalyi karácsonyi promó, a, a, Kevines, ott is ilyen. Talán lehet, hogy bennem sokszor nem a, a projekt mérete az, ami, ami inkább úgy, úgy, megpecsételi ezt az egész élményt, hanem az, hogy, az, hogy mondjuk, mik voltak a körülmények, ezt hogy kellett lehozni, uh -huh. mennyire tudtuk a magunkat belejönni, mekkora volt benne a kihívás. Uh -huh. Tehát az volt, hogy mit tudom, másik két-három hónapig ö, készítettünk el egy projektet, most pont a Bencével mozzártunk le egy ehhez hasonló projektet, és volt bennünk amúgy végül is egy ilyen euforikus érzés, de pont azt érzem, hogy mivel olyan sokáig benne voltunk ragadva ebbe a projektbe, kevésbé éreztem azt az áthutó ilyen katartikus élményt. Én így nem tudnék, vagy nem nem szeretnék kiemelni, mert mindegyiket szeretem, meg, meg nyilván valamit kevésbé, de, de én, én inkább arra vagyok a legbüszkébb, hogy hogy úgymond tényleg a nulláról uh -huh. elértem azt, hogy tényleg a, az A kategóriás előadók itthon keressenek meg, és akarjanak velem dolgozni, meg velünk dolgozni. Uh -huh. És nekem ez, ami, amire én úgymond büszke vagyok, és ez ennek örülök. De ez függ egyébként attól, hogy mennyire fut be egy, egy projekt, mennyire lesz nagy megtekintése, hogy mennyire kedveled utána, vagy pedig tudsz szeretni, nem tudom, hogy csak pár százezres, az ne is nyilván sok, de tízezres, hogy nem értel mert... annyit, de te közben neked kedves az a projekt. Szerintem ez, ez nem ettől függ, mert nekem vannak olyanok, amik, amiket tökre szeretek, és tökre örülök, hogyha valahol meghallom, vagy meglátom, de közben mégse értel akkor a sikert, mm -hmm. csak csak mégis úgy úgy nőtt, uh, meg, meg, meg szeretem. Geri, van magadtól kedvenc videoklip? <laughs> Alapvetően... Vagy magatoktól, tó, bocsánat. Tényleg így szerencsésnek érzem, magam, mert hogy azért uh, most már egy jó ideje, szerintem azért tényleg egy ilyen uh, három-négy éve biztosan olyan olyan uh, videoklipek látnak napvilágot jellemzően, amivel azért elégedett vagyok abszolút. Uh -huh. uh, és ilyen én, én ezt már elmondtam többször is, hogy, hogy szerintem az a, az a kulcs fontosságú dolog egy előadó életében, hogy hogy elérje azt, hogy torzulásmentesen létre tudja hozni azokat az agymenéseit, amit kigondol zenéleg is, vizuálisan is, és, és én szerencsére szerintem megtaláltam azokat az embereket, akik, akikkel valóra tudom ezeket váltani, és emiatt, emiatt tényleg nincs az, hogy, valamelyik klipet lányát, és úgy is azt mondom, hogy vagy, vagy, vagy dalt, és azt mondom, hogy hú, hát ezt, ezt másképp csinálnám, ez, 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 nem jó, nem vagyok vele elégedett. Én, hát most nyilván a, a, legutóbbi klipek, a nincsen út, meg a van -e még, én a van -e is nagyon szeretem, úgyhogy ennyi. Srácok, körbeértünk, itt még nyilván le, rengeteg kérdés lehetne, és lehetne húzni, hogyha valakiben maradt valami, akkor nyugodtan mondja el, de szerintem így körülbelül mindent érintettünk. Köszi szépen, hogy itt voltatok, és szerintem egy nagyon érdekes és tartalmas és kötetlen beszélgetés volt, aminek talán a leginkább örülök. Nagy Bence, Lévai Hangyási Bence, Szakács Geri, köszi, hogy itt voltatok, ti nézzetek legközelebb is, szevasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.